Sok érdekes dolog volt már a csatorna történetében, de olyan még soha, hogy a világon először egy óra nálam kerüljön nyilvánosságra, és ez most megtörténik. A folytatásban lényegében egy World Premiere következik, és egy felirat nélkül doboz hoztam most csak, de mindjárt kinyitjuk, és megmutatom, hogy mi van benne. Hogyha ez érdekel, akkor tarts velem! Ez is, mint a legtöbb hosszú rész, elérhető lesz a különböző podcast platformokon. Fent vagyunk iTunes-on, Spotify-on és Google Podcast-en is, amíg ezt még így hívják. Fent vagyunk Instán és természetesen TikTokon is, sőt a sorozatnak saját weboldala is van, linkik a leírásban. Miatt belekezdenék, egy fontos dolog, szeretném, hogyha leírnátok a véleményeteket erről az óráról, bármit, ami eszetekbe jutott így első, második, sokadik ránézésre, mert szerintem a disztribútort is, és még az is lehet, hogy a gyártót is érdekelni fogja, adjunk nekik visszajelzést, aztán majd kezdenek vele, amit kezdenek. Tudjátok, hogy nem szeretem kerülgetni sokáig a forró kását, úgyhogy most sem nagyon fogom ezt megtenni. A magyar disztribútornak elég jó kapcsolata van a Römerrel, és most sok szempontból nagyon új Römer kiadást került hozzám. Természetesen az órás újságíró, vlogger, kollégák már mind láthatták ugyanis volt a múlt héten egy sajtóesemény, amikor ezt az órát már meg lehetett tekinteni, lehetett róla képeket csinálni, még minden. Viszont a forgalmazó most mondta nekem, hogy figyelj, csinálj már róla a videót, és mondtam, hogy hát végül is miért ne. Elméletileg ez ebben a formában nincs embargó alatt. Rákérdeztem, és azt mondta, hogy ebben a formában készülhet róla a videó. Egyrészt azért, mert még nincs neve a kiadásnak, még nincs neve a szerkezetnek, és közelső biztos, hogy ez az a végső formája az órának, úgyhogy ez egyfajta gyári prototípusként van most itt nálam, de azt az információt kaptam, hogy ez az óra, ennél, hogy nagyot már nem fog változni ez az óra, és ennél csak kifinomultabb lesz, és a mostani állapota is már szerintem eléggé tetszetős bár állítólag nem ebben a csomagolásban fog érkezni. Ami ugye látható ebből az egészből, hogy egy ilyen szép kis fekete dobozban érkezik, és az MST 2.0 feliratnak fontos szerepe lesz még azoknak, akik ismerik a Römer történetét, azoknak már felkúszhat a szemöldöke, akiknek meg nem, azoknak pedig el fogom mondani, hogy ez mit is jelent. De előtt nézzük még, még azért a dobozt. Tehát, hogy a doboznak, ha ezt a fekete tetejét leszedem, akkor van benne egy másik doboz, ugye ezt normális helyen mindenhol én dupla csomagolásnak hívják. Jó nézzétek meg, mert a végleges kiadásban biztos, hogy nem ez lesz ez nem fa, ez műanyag egyébként, és a magyar forgalmazónak egyébként nem tetszett, úgyhogy mondta nekik, úgyhogy elhangzott a gyártó felé, hogy ezt azért cseréljétek már le, mert ez annyira nem, nem annyira jó, és a, a tervekről már hallottam, hogy mi lesz helyette, meglátjuk, hogy ez tényleg így lesz és ez a csodálatos csomagolás, mondhatni csomagolás rejti magát a kiadást, ami miatt ma itt éppen a számot, most már sokadik perce. És hát ez egy igazi full setnek lehet hívni. Kis könyvecskével, egy egy szögletes acél sportórát kapunk egyébként, aminek skeleton számlapja van, és az MST 2.0-ra ki is térek már rögtön, mert gyakorlatilag ez az apropója az egésznek. Ugye 1888-ban uh, Fritz Mayer úr alapította, akkor még a márkát nyilván nem így hívták, hanem akkor csak a saját kis workshop, workshopját, ahol hat munkatársal együtt billegőket gyártottak a svájci óraipar számára, és az MST az első saját szerkezetüket jelenti, amit az akkor még a Meyer and Studelinek hívott, innét jön a név, hogy MST euh, szerkezetet jelöli, és ebből már kitalálható egyébként, hogy mi lesz a sztori. Nem véletlen MST 2.0 ennek a neve, mármint, hogy a név, amit a dobozon lehetett látni, ugyanis már több korábbi videóban is emlegettem, hogy örül már érkezik saját szerkezettel, és hát bizony az óra is új, de a szerkezet az, ami a legújabb benne már a jelenlegi állapotában is szerintem egészen tetszetős. Nyilván a, a, mondtam, hogy ugye gyári mintaként van nálam, ez azt jelenti, hogy az egyébként sem menetes koronazáros, hanem csak kihúzható, bedugható korona nincs összekötve a szerkezettel. tehát jelenleg ez a szerkezet bár élő, de nem működik, nem jár. Ugye kézzel nem tudjuk felhúzni, rotorja pedig nincs, úgyhogy ilyen szempontból most csak itt áll, de legalább meg tudjuk figyelni, egészen alaposan. Amit lehet látni a fő alkatrészeiről, hogy a nagy részük ilyen homok fúvott, mat jellegű, tehát egyáltalán nem száhúzott. Ez nyilván főleg a, ez nyilván a főelemekre, hidakra, a különböző borításokra igaz, és ez, és ez előről is, és egyébként természetesen hátulról is ugyanez a helyzet. Magáról a kiadásról egyébként annyit biztosan lehet tudni, hogy ez egy limitált és sorszámozott kiadás lesz, azt az infót mondták, hogy 99 darab fog összesen készülni belőle, és ez pedig a hátlemezén fel is lesz gravírozva, hogy éppen legtöbb esetben az ilyen sorszám helyének szokták használni, de van olyan eset, hogy egyébként a gyártási számot szokták ugye ezzel kitakarni. A Römer ugye alapvetően szeret kacérkodni különböző omázsokkal, vagy olyan órákkal, amik így nagyon emlékeztetnek valami másra, és most is erről van szó, nyilván eszünkbe juthat erről egy Santos de Cartier, de a formavilág alapján eszünkbe juthat rossz is. Nekem a tokforma alapján, meg a csiszolása alapján ö, sokkal inkább, és egyébként most nem a szögletesre gondolok nyilván, de hogy a lecsapott fülekre, meg ilyesmire, nekem sokkal inkább ilyen Omega Aquaterra jellegű érzésem van, bár tudom, hogy az Aquaterrán ugye csavartak a fülek, és ez az érzés nincs meg, de valamiért bennem mégis ezt az érzés kelti. Esetleg van az egyik mikroband, a Main, az ő óráig jutottak még egy pillanatra eszembe, ugyanakkor maga a szkeletonizált számlap, és ahogy az indexek vannak rendezve, a Römernek a saját korábbi kompetens szkeletonját idézi, úgyhogy azért ez egyfajta visszakacsintás is a saját modellre. Nekem nagyon tetszik az egészben, hogy benne van ugye a Römeres saját logó, és ha megnézitek a billegő mellett, és folyamatosan egyébként nekem erre rá a szemem, hogy a billegőtől ott van 2 mm-re az R betű, ami egyébként nincs rá téve a billegőre, és szerintem egyébként ez egy kihagyott lehetőség. Én valószínűleg a billegőnek a fedőkövére azért csak rátenném, vagy hát csapágyára, vagy én nem tudom mert hát így konkrétan idegesít. Tehát, hogy így, így, én, amikor először a kezembe kaptam ezt az órát, néztem, hogy ez meg el van csúszva, tényleg így kicsúszott a helyéről, és így kitalálták, hogy, az, hogy, a, hogy a, Rubin fölött ott lesz, és nem ott van, de nem. Ez konkrétan oda van kitalálva. A szimetria szempontjából is oda jön ki jó, meg minden, de hát nem tudom, egy kicsit így ez a része engem egy picit idegesít. A csuklón való jelenléte, ez, ez egyébként nagyon-nagyon-nagyon jelentős, abban az értelemben, hogy így elég rendesen mutatja magát, tehát hogy nem veszik el az ember csuklóján, ez köszönhető annak is, hogy egyébként a, a tok széle nagyon magasan van, nem csalták le, mint ahogy mondjuk a Santos de Kártyénél, le van csalva egy kicsit, és akkor így, így lejt az egyik irányba, hanem hogy azért ott, ott nagyon magasra van hagyva a toknak a széle. És csak a tokfülek azok, amik így igazából ö, követik a csuklónak a vonalát. Nekem az, hogy nem próbáltak integrációt csinálni vele, bár ugye van egyfajta integrációs hatása. És többen is azt mondták, hogy a fémszíjjal az igazi. Ugye szedben érkezik, van hozzá fémszíj, és van hozzá egy bőrszíj is a kék esetén, mert hogy, én lát, mert hogy létezik jelenleg is már, a bemutató darabok között kék számlapos variációval levezzük ezt a, ezt a kört kék számlapnak, és hozzáillően kék szíj is van, ami pedig nálam van, ez fekete szíjjal érkezik. Szerintem a kék konkrétan jobban néz ki bőrszíjon, a feketét el tudom fogadni, hogy jobban néz ki fémen. Egyébként a fém színak, bár sokkal vékonyabb, mint mondjuk a tokfülnek a magassága, mégsem kelt gagyi hatást. Van egy csomó olyan óra, ahol ha vékonyabb a a, a szíj, mint maga a fülnek a végződése, akkor ilyen tök gagyi lesz tőle. Érdekes, hogy itt ez egyáltalán nincs meg. Az elmúlt években azért a, a fém szíjak, még az még az elérhető árkategóriában is nagyon sokat javultak, bár, bár egyébként elérhető árkategória, ez az óra alapvetően én úgy tudom, hogy a inkább a 400 és a 400 ezer forint és a félmillió forintos kategóriát szeretné ostromolni. Ezt azért klasszikusan már nem tartjuk az elérhető kategóriának. Nem is lehet -e egyébként erre azt mondani, hogy luxus, az se, hogy belépő kategóriás luxus, de ez szerintem ez, a, ez, ez erősen ugye a közép kategória, ami engem úgy általában érdekelni szokott. Nagyon jó játszanak egyébként a szögekkel, ugye egy csomó helyen szögletesítve van a tok, forma, mégis csaltak vele egy kicsit, hogy ne legyen még se akkora boomszli például a végén, meg vannak csapva a füleknél, hogy még egy kicsit jobban beszűkülhessen. Ami nekem elsőre meglepő volt, az a magassága. Persze, kézihúzós maga a szerkezet, ugyebár, tehát, hogy így nem kell rotorral meg ilyesmivel számolni, és pont ezért van, hogy 9,3 mm maga a vastagsága, azért ez egy egészen kellemes vastagság, én úgy gondolom. A tok átmérő az ugye a szögletes óráknál mindig félrevezető, tehát amikor, amikor órákkal hasonlítjuk a szögleteseket, akkor ezen mindig mellé lehet futni, mert máshogy működnek csukló. És itt is az, hogy 41,5 mm nem is az átmérő, hanem itt szélességről kell beszélni. Ez ugye a korona nélkül a, a toknak a két oldala közötti távolságot jelenti természetesen és, és azért, ez így, azért ez nem pici, bár egyébként, ha tényleg átmérőt nézek a két legtávolabbi pont között, akkor azért kiadja a, magát a trükköt, ugyanis az 46,9, vagy hát, vagyis hát 47 mm. Itt ez azért megmutatja az órának a valós méretét, mert mondom, a, a, szögletes óráknál ez, ez, kicsit átverős. Ami még ugye egy fontos mérőszem, a két tokfül közötti távolság, magának az órának a hossza, ez 46 mm. Tehát ez azt jelenti, hogy egyébként egy egyáltalán nem olyan hosszú ez az óra, mint amennyien lehetne. Általában a japán órák szoktak ilyen nagyon hosszúak lenni, és ilyen 51-52 mm-es kiadások simán vannak, és itt ez 46 mm, tehát hogy gyakorlatilag ugyanolyan hosszú az óra, mint amekkora a legszélesebb pontján. Ezért a szögletes óráknál még ha a tokfüleket beleszámítjuk, ez egy egészen megnyugtató dolog. A pillangocsatjában semmi meglepő nem lesz. A, gyakorlatilag egy teljesen hasonló csat van rajta, mint amilyen mondjuk a Römer Prime Line okon is volt hogy ebben, ebben alapvetően semmi változás nincs. Ugye félszemekkel operál itt a végén, bár egyébként ezek a félszemek sajnos nem leszedhetők, úgyhogy a, a fém színak, a a testeszabhatóságának vannak korlátai, viszont ki lehet belőle szedni akár négy szemet is, ahogy számolom, úgyhogy ezért ezt a relatíve hosszú szíjat ezt egészen picire lehet csökkenteni és de ha valaki tényleg nagyon, nagyon szeretné szűkre akkor annak a bőrszíj az, ami, ami alapvetően vállalható, Miután, miután sokkal közelebbről figyelem egyébként a Römernek a tevékenységét, és szoros a kapcsolatunk a magyar disztribútorra, azóta szerintem elmondható az, hogy a, hogy a Römer, ha nem is azt mondom, hogy nagyon sokat változott, de iszonyatosan sokat fejlődött. Az új Primeline széria is egyébként tök jó. Vannak olyan szempontok, amikből szerintem a Deepsea is igényesebb lett, mint a korábbi, és ahogy mondjuk például az Inhorgent-en mutattak be újdonságokat nekünk ö, tavaly, azok is a, a korábbi évek ...hez képest szerintem ilyen ugrásszerűek voltak, és nagyon jól mutatja egyébként a folyamatot ez az óra, és, és ugye erről már beszéltem egyszer korábban, hogy szerintem a Römer 5 év múlva nagyon nem ott fog tartani, mint ahol most, és ebben az útban szerintem ez egy fontos állomás. És a szerkezetről még egy kicsit, mert azért mégsem úgy megy ez, hogy az ember fogja magát, és akkor ú, egyik napra a másikra egyszer csak kijön egy ilyen szerkezettel. Egyébként náluk sem így van, a legelső híreket valamikor tavasszal lehetett haladni arról, hogy na majd jön a Römernek saját szerkezete, és engem már akkor is érdekelt, hogy na de ez hogy fog kinézni, tehát hogy vesznek valakitől szerkezetet, és akkor majd átlogózzák, és azt mondják, hogy ez a sajátunk, vagy vesznek valakitől egy ilyen szétszerel szerkezetet, amit össze kell rakni, és utána azt mondhatják, hogy ez az övék. És kiderült a turpisság, hogy egyik sem, ugyanis a Römer tervezett magának egy szerkezetet, viszont a gyártását abban az értelemben nem ők végzik. A komponensek gyártását kiszervezték külső gyártóknak, tehát az összes alkatrészt hozzá, hidat, billegőket, csavarokat és mindent nem ők gyártanak. Viszont az összeszerelést pedig ők végzik. Hogy az elején mondtam, hogy ugye ez lényegében gyári minta, tehát hogy ez még nem a végleges kiadás. Azt mondták nekem, hogy ennél szebb lesz a kidolgozás a szerkezetnek. Nem számítok rá ilyen Genfi pecsét és hasonló jellegű kidolgozásra, szerintem senki ne számítson ilyesmivel. Viszont, hogyha, hogyha kapni fog valamilyen kis genfi csíkozást esetleg, vagy valami hasonló eljárást, akár gépi csíkozást, szerintem egyébként azzal is bejjebb leszünk. Ez, nekem ezek egyébként, ezek a homokfúvott mat felületek is egyébként tökre tetszenek. Mégse ilyen industriális dolog, hanem ennek van egy ilyen kis szolid, visszafogott bája. Úgyhogy a szerkezetnek a fontos tulajdonságaira egyébként sajnos nem tudok beszélni. Egyelőre még a gyártótól nincs ilyen infunk, hogy milyen lesz a járás tartalik, meg a lengés száma, meg az ilyesmi. Úgyhogy, úgyhogy ezekkel az infokkal meg kell várni a 2024 áprilisi megjelenést, amikor is véglegesíteni fogják. Nekem ez a dátum nagyon úgy hangzik, mint hogy a Zinhorgentán fogják lényegében bemutatni és prezentálni nekünk a kész darabokat, és az Inhorgenta után lesz az, hogy na, akkor majd érkezik Magyarországra, meg, meg nyilván Európában máshova is. Ekkor, úgyhogy majd 2021 áprilisában tudjuk meg konkrétan, hogy akkorra, hogy lesz az óra árazva, tényleg mennyi a darabszám, hogy megjelenik belőle, mert például ugye az volt, hogy a Prime Line-ból is eredetileg azt mondták, hogy csak néhány száz darab fog készülni. Aztán utána azért még volt egy utánygyártási széria, de elméletileg ebből azt mondták, hogy a darabszám fix, és nem lesz utána gyártás. Igaz, a line ok egyébként nem sorszámozottak, itt azért nem lehet megjátszani azt, hogy véletlenül két ugyanolyan sorszámúra lesz. Vannak, a, vannak olyan gyártók, akik ezt néha bekockáztatják, de reméljük, hogy a már nem ezt fogja csinálni. No, én alapvetően most ennyit szerettem volna, ez volt itt a hatalmas, World Premiere, a bemutató, itt lehetett először a világon kamerán látni ezt az órát. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb.